Köszöntöm nézőinket, és köszöntöm itt stúdióban vendégeinket, az új generáció tagjait. Szerintem mutatkozom be mindenki, egy gyors kört fussunk itt az elején, ki mivel foglalkozik, kezdjük. Jó, akkor kezdeném. Csepegi Zoltán vagyok. Én a V5 Kft.-nek vagyok az ügyvezető igazgatója. A V5 Kft. Egy olyan vállalkozás, ahol magas minőségű, összefüggő digitális megoldásokat kínálunk vállalkozásoknak részére, illetve van még egy cég, ahol operatív igazgató vagyok, ez a Policies Kft. Itt pedig webshopokat készítünk, illetve üzemeltetünk. Én Kálovics András vagyok, a Scartól jöttem. Az egyik társalapítója vagyok, mi elektromos motorkerékpárokat gyártunk, egyedi kivitelben és limitált darabszámban. Tóth Dániel, én egyéni vállalkozóként foglalkozom gépipari szakmák szakképzésével Pécs és a környező iskoláknak a tanulóit várjuk hozzánk. No, hát nagyjából akkor itt kiderült, hogy ki mivel foglalkozik. Mégis összeköt benneteket az, hogy mindannyian fiatalok vagytok, szinte 20 évesek, nem? Jól sejtem? Mi 30 éves. 30, de hát... Hát a lényeg az, hogy a szakmátokban, a gazdaság területén még igencsak fiatalok vagytok. Hogy indult egyáltalán a munkátok, hogy indult az, hogy önálló útra léptek, önálló céggel, milyen nehézségekkel néztetek szembe? Egy picit beszéljünk erről, mert azért nem olyan egyszerű vállalkozni. Igen, 18 évesen jelentkeztem a TTK-re, a programtervező informatikus szakra. Amikor bekerültem, akkor rá pár hónapon belül kaptam egy lehetőséget, hogy operátorként, hálózatüzemeltetőként dolgozhassak az egyetemen. Ez egy nagyon nagy lehetőség volt, amivel éltem is, és nagyon sokat tudtam belőle tanulni. És ez arra nagyon jó volt, hogy lássam azt, hogy a piacon mire van szükség, milyen szaktudásra, és ezáltal én elhatároztam, hogy 20 évesen fogok alapítani egy céget, ami a V5 Kft. És én 20 évesen meg is alapítottam. Tehát imádom. Ilyen határozott vagy? Bocsáss meg, de tényleg ez hogy ilyen pontos tervek, igen. Felméred, mire van igény, milyen lehetőségeid vannak, és megcsinálod? Így van. Elég komoly szenvedélyt éreztem ez iránt. Így 20 évesen megalapítottam a V5 Kft-t, ami most már ugye 10 éves. És ebben is dolgozok a mai napig. Immáron 27 munkatársunk van a cégben, és onnan jött ez az egész, hogy azt láttam, hogy a piacon egy nagyon nagy szükség van arra, hogy egy megbízható, stabil IT partnert találjanak a cégek. Én amikor dolgoztam, mint személyi informatikus, akkor nem találtam olyan alvállalkozót, akivel együtt tudnánk dolgozni, és stabilan, kiszámíthatóan tudnának nekünk szállítani. És így akkor jött az, hogy megcsináljuk, és most pedig egy saját csapattal állunk az ügyfeleink rendelkezésére. Akkor volt egy piaci űr, amit ki lehetett tölteni, igen, úgy érezted? Igen. Először hálózatüzemeltetéssel foglalkoztunk a céggel, akkor ketten voltunk a tulajdonostársammal, azt követően pedig jöttek az igények, hogy foglalkozunk webfejlesztéssel. Itt jött az akkor, hogy 2014-ben bővítettük a portfóliónkat webfejlesztéssel, így a webfejlesztés ágazatunkat elkezdtük kiépíteni. Itt még egy kis pluszt beleraktam, és az volt, hogy nagyon szép megjelenésű weboldalakat kezdtünk el készíteni, tehát hogy próbáltuk ezt előnyként kovácsolni. Majd 2015-ben jött hozzánk egy senior fejlesztő, aki most jelenleg a CTO-nk, őt Erdei Dánielnek hívják, nagyon magas tudással, nagyon jó szakmai képzettséggel bír, és a Daninak köszönhetően egy saját tartalomkezelő rendszert építettünk, ezt követően pedig erre építettük fel a vállalkozást. Most pedig már van ugye egyedi fejlesztésű weboldalaknak a kiszolgálása, van grafikai tervezés, illetve meglévő weboldalaknak a karbantartásával is foglalkozunk. Ez is egy piaci rész volt, és erre is építettünk. És most arra felé tartunk, hogy egy teljes körű 360 fokos digitális ügynökségé váljunk. Akkor jó úton jártuk ezek szerint.
És hát kérdezlek, ti jótól jártok? És hát itt kapcsolódva az elektromos motorkerékpárhoz is, hiszen hogyha jól belegondolok, nem nagyon tudok olyan cégről, vagy olyan fejlesztésről, ami ilyen irányba mutatna. Biztos van a világban, csak hát nem olyan népszerű. Miért gondoltátok, hogy kell egy elektromos motor? Hát alapvetően az elektromos mobilitásnak a fejlődése az elmúlt körülbelül egy évtizedben elég rohamosan megindult. Leginkább itt az autókat halljuk a hírekben. De... kerékpárok is, az a rész is. Igen, de hogy kifejezetten motor, az miért? Alapvetően az egész ötlet onnan indult, hogy az egyetemi évek alatt a társam a Balázsral akkor ismerkedtünk meg. Neki volt több kutatásfejlesztésbeli projektje. Alapvetően ő a villamosmérnök a csapatból, én vagyok a gazdasági oldal, tehát igazából az ötletgazda és a kreatív irány az ő oldalán áll. Tehát alapvetően az egyetemi évek alatt ismerkedtünk meg, ott voltak neki különböző próbálkozásai, és akkor körülbelül most lesz egy éve, hogy aktívan együtt dolgozunk. Ezt már megelőzte több közös kooperáció, illetve az elképzelések közös kifundálása, de most tartunk igazából ott, hogy valahogy az elektromos mobilitásban éreztünk akkor a potenciált, illetve a Balázsnak a kutatásai eljutottak odáig, hogy a motorkerékpárokban egy eléggé lefedetlen piacot véletünk felfedezni. Egyrészt azért is mondható ez, mert az a jellegű mobilitás, ami most jelenleg a nagyvárosokban zajlik, tehát akár hogyha csak arra gondolunk, hogy a belvárosokból kitiltják az autókat, ugye a hétköznapi meghajtású autókat, és mindezek mellett mekkora helyet és területet foglalnak, emeli abszolút teret nyer egyre inkább, és a statisztikák is azt mutatják, hogy egyre elterjedtebb a motorkerékpározás. Itt már kevésbé mondható az, hogy feltétlenül a szokványos meghajtású motorkerékpárok, és hát ahogy itt tetszett mondani is korábbiakban, hogy a biciklik és az egyéb könnyebben fogyasztható elektromos meghajtású járművek is egyaránt teret nyernek. Hol tart a folyamat? Tehát... van prototípus, van bemutatott példány, láttuk fotókon, sőt, még élőben is itt a városban láthatjuk, hogy közlekedtek ezzel, de mikor lesz ebből tömeggyártás, egyáltalán akartok-e, egyáltalán kiderült-e, hogy tényleg van ebben akkora piaci lehetőség, amit elképzeltetek előzetesen? Hogy látod? Alapvetően az első prototípusunkat a tavalyi év szeptember-október környékén fejeztük be, azóta turnézunk, járunk jobbra-balra fesztiválokra és nagyobb expókra. Ezen a prototípuson teszteltük először azt, hogy több különböző szokványos statikai állapotú motornak az elemeit próbáltuk ötvözni, tehát például annak a prototípusnak az első oldala az alapvetően egy chopperre hasonlít. A test és a hátsó rész az pedig már inkább sportosabb motorokhoz hasonlít. Itt kezdtük el tesztelni igazából azt, hogy azzal a technológiával, amit mi alkalmazni szeretnénk, milyen jellegű motorokat érdemes gyártani. Ez egy abszolút látványos bemutató darab volt, figyelemfelkeltő volt, ez jól is sikerült, tehát abszolút jó visszajelzéseket kaptunk, és most tartunk éppen ebben a pillanatban is abban a periódusban, hogy kettő olyan járművet szeretnénk végérvényesen piacképessé fejleszteni, amelyből az egyik egy abszolút értelemben vett motorkerékpár, a másik pedig inkább egy nem lábbal meghajtható bicikli méretű végül is egy kis motor. Tehát kis moped. Igen. Tehát ez a kettő modell lesz, amit piacra szánunk. Úgy érezzük most, és a kalkulációink azt igazolják, hogy valószínűleg ez a jövő év tavaszára tudunk majd minden szempontból financiálisan is és szervezetileg is addigra felkészülni, hogy ugye megvárjuk a jó időt, tehát a jövő évben, amikor már szabadba lehet menni ilyen járművekkel, azt nagyjából így a jövő év tavaszának elejére célozzuk. Hogy kell elképzelni ezt a járművet? Mennyire motor a hagyományos értelemben, illetve mennyire előre mutató olyan szempontból, hogy az energiafelhasználása nem a szokványos? Mit tud magyarul? Tehát milyen végsebességgel, milyen időtartammal lehet vele közlekedni? Tulajdonképpen ezt úgy kell értelmezni, hogy ami a mostani 50 köbcentis robogóknak felel meg, az az elektromos meghajtásban a 4 kW-os motort jelenti. Mi abszolút ezzel szeretnénk megjelenni. Egyrészt azért, mert az engedélyeztetés lényegesen könnyebb, másrészt pedig egy olyan
fogyasztói közeget tudunk megfogni, ami már alapvetően lefedi az autósokat is, hiszen a személygépjármű használathoz szükséges jogosítvány az abszolút alkalmas már a robogók felhasználására is, és a robogóknak a használatára. Ebből fakadóan igazából olyan 3-4 órás töltési idő szükséges az akkumulátor feltöltésére. Végsebességét tekintve elméleti szinten 110-120 km/h tud menni, viszont ez az, amit nekünk vissza kell majd szabályoznunk, hogy ebben az 50 köbcentis kategóriába beleférjem. Úgyhogy alapvetően távolságra körülbelül olyan 100-150 km. Ez nagyon nagy mértékben függ attól, hogy a felhasználó hogyan használja, milyen súlyú, mennyit fékez, mennyire akar kigyorsítani, tehát ez egy kérdéses terület még. Hogy jött az oktatás? Fordulok a harmadik vendégünkhöz. Az oktatás? Nyilván én se itt kezdtem a pályafutásomat. Egy fémszerkezet gyártó cégnél kezdtem 2008-ban. Ott elég hamar sikerült előrelépnem, a minőségirányítási vezető posztig jutottam. Tehát aki tudja, ez mit jelent, körülbelül annyit, hogy az ügyvezető után a második ember, tehát a cég mind gazdasági, mind HR ügyeibe beleláttam, és itt is ismerkedtem meg a személyzeti problémákkal, ami most már az elmúlt években nagy nyilvánosságot kapott a szakemberhiány, illetve a jó szakemberhiány. És itt Pécsen is családban van fémszerkezetgyártó cég hasonló problémákkal, és innen jött az ötlet, hogy egyrészt az ő problémáikon is próbáljunk enyhíteni, illetve a korábbi tapasztalatok alapján próbáljuk a jelentkezőinket olyan irányba terelni, úgy képezni, hogy a szakmába megállják a helyüket. Ehhez igyekszünk a legjobb oktatókat, a Pécs környéki oktatókat összegyűjteni, hogy a legjobbaktól tanuljanak a diákjaink, emellett pedig igazából a vállalati vagy egy fémszerkezet gyártó cégnél fellépő egyéb követelmények, akár a műhelyrend betartása, akár a sajnos azt kell mondanom, hogy viselkedési normákat is próbálunk úgy oktatni, hogy később ilyen szempontból is megállják a helyüket a végzőseink. Tehát akkor munkakultúra meg munkahelyi kultúra is? Így van. Annak az átadására is törekszetek? Akár egy magyarországi, de külföldi vonatkozású cégnél is megállják a helyüket. Most itt nem a természetesen nem a nyelv oktatásra gondolok, hanem a kicsit emelkedettebb kultúrára, mint ami a legtöbb helyen Magyarországon megszokott. Összefoglalva, akkor mondhatjuk, hogy mindannyian megtaláltátok azt a piaci részt, ahol elkezdhetitek a saját tevékenységeteket, de mégis mennyire jó hely ehhez Pécs, Baranya megye, ez a térség, tudjuk, vannak olyan gazdasági problémák, vannak olyan mutatók, amiben nem igazán áll jól ez a terület, ez mennyire befolyásolja ti elképzeléseiteket, a ti jövőtöket, hogy látjátok? Bárki kezdheti. Én alapvetően bizakodó vagyok olyan szempontból, kifejezetten Pécssel kapcsolatban, hogy azért egy egyetemvárosról van szó, tehát azért a szakképzett fiatalok évről évre jönnek ki az egyetemről. Ettől függetlenül én nem érzem hátrányát regionális szinten, akár Magyarországban való megjelenés kapcsán sem. Ehhez azért hozzátartozik az is, hogy a mi profilunk az alapvetően nyugat-európai exportra épül, tehát ilyen szempontból Hogyha a járműiparban egy kicsit jártasabb az ember, akkor látja azt, hogy Magyarországon számtalan autógyártó cég is megjelenik, tehát ilyen szempontból nekünk ez előnyösre ígérkezik. Tehát akkor valamennyire védve vagytok, tehát az ilyen közvetlen hatásoktól, hiszen egy biztos piacra termeltek itt. Igen, mondhatni így is, igen. Akkor ezek szerint a gyártást is itt képzelitek abszolút, el, Pécset? Abszolút. Az ellátás szempontjából, tehát beszállítói oldalról ez nekünk kifejezetten előnyösnek tűnik, hogy ennyi autóipari gyártó cég itt van Magyarországon.
számtalan olyan dolog van, amit az autókban is használnak, és a motorokban is, akár csak, hogyha arra gondol az ember, hogy egy bőrburkolat egy ülésen, tehát egy számtalan olyan dolog van, ami előnyös lehet még nekünk későbbiekben. Informatikai szempontból? Nekünk is nagyon nagy előny az, hogy itt az egyetem, és jönnek ki folyamatosan a végzős diákok, illetve hála jó égnek, hogy itt Pécsen több olyan cég is van, akik képeznek, úgymond ilyen gimnázium után, és még azt mondom, hogy még nem döntötték el, hogy merre szeretnének menni, tehát ezek a srácok elmennek különböző képzésekre, különböző IT képzésekre, különböző programozói oktatásokra, és ezekkel a cégekkel mi jó kapcsolatot ápolunk, és folyamatosan kapjuk az újabb kis junior csapattagokat, akiket utána pedig mi viszünk tovább. Annyit hozzá kell tennem, hogy mi cégen belül kialakítottunk már egy ilyen kicsit ilyen képzősebb vonalat, tehát hogy mi is végzünk képzéseket, azért mert úgy gondoljuk, hogy senior szintre jussanak el a fejlesztőink, ahhoz mindenképpen további tanulást kell, úgymond segítenünk, tanulással kell segítenünk a srácokat. Így nálunk nem érződik a munkaerőhiány. Sem érződik, hogy a multi cég, az IT megjelentítés. IT services-re gondolsz? Igen. Nem, egyáltalán nem. Ők teljesen más profilon vannak, és nekünk nem, tehát velünk nem konkurálnak, illetve nagyon-nagyon nagy hangsúlyt fektettem a munkáltatói márka építésre, az, hogy presztízs legyen nálunk dolgozni. Így ezzel azt értük el, hogy folyamatosan kapjuk a CV-ket, és folyamatosan kapunk jelentkezőket. Így is hála jónak elmondhatjuk, hogy több jelentkezőnk van, mint amire most jelenleg szükségünk van. Így megoldott nálunk a munkaerő. Egyértelműen ez annak köszönhető, hogy számunkra tényleg, tehát a csapattagként kezelünk mindenkit, mi egy családi házban vagyunk a céggel, minden körülményt megteremtünk ahhoz, hogy a munkatársaink nagyon jól érezzék magukat, és örömmel jöjjenek be az irodába dolgozni. Nálatok mi a helyzet? Hiszen azért azt mondjuk kell, illetve hát, ahogy így látja kívülről az ember, tehát egy olyan munkaerőpiacra próbáltok meg szakképzett fiatalokat eljuttatni, ami eleve szűkölködik a fiatalokban, tehát a bejövő oldalon is jóval kevesebb van, mint ahogy szeretnék a cégek. Hogy lehet ezt áthidalni, megoldani? Igazából sajnos, akik most szakközépiskolába járnak, elég kevesen vannak. Tele van vele a média. Egy érdekes adat, hogy az összes szakmát tekintve az országból egy alapszámítás alapján minden ezredik, egy kicsit talán följebb is vagyunk, tehát a fodrászt, az autószerelőt beleértve minden ezredik tanuló nálunk van. Na most ezt lehet pozitívan is értelmezni, de lehet negatívan is, sajnos ugye azért nem kell több száz tanulóra gondolni. Kevés jelentkező van, ez is inkább azt mutatja. Viszont nem jó ez így. Ezért vagyunk mi nagyon bizakodóak, hogy mind a pécsi vezetés, mind országos szinten is próbálják terelni a tanulókat a szakmák felé, és reméljük, hát jelenleg úgy néz ki, hogy ez még hosszú folyamat, hosszú évekig jól fog menni remélhetőleg nekünk is ez a képzés ezek miatt, az okok miatt. Az elképzelhető, hogy esetleg máshol is belekezdtek hasonlóba? Más megyében, más gondoltam rá, más gondoltam rá. Nekem Dombóváron van még vonatkozásom, de az a tapasztalat, hogy szeretem én is átlátni, hogy megfelelően végzik az oktatóink a dolgukat, illetve ezzel általában nincs is gond, itt a diákokra figyelni kell. Tehát komoly munkavédelmi követelményeket kell betartani 15-16-17 éves fiatalokkal, és mint egy vállalkozó, akkor nyugodt az ember, ha átlátja ezeket a dolgokat, tehát egyrészt ezért sem
gondolkodunk más településen meghonosítani ezt a képzést, képzési formát, amit mi próbálunk csinálni, illetve azért sem, mert Pécsen bejöttek a számításaink, folyamatosan nő a tanulói létszámunk, gondolom nem véletlenül, de ajánlanak minket egymásnak a diákok, és gyakorlatilag elérjük lassan a maximális teljesítő képességünket, mint hely, mint személyi feltételekkel kapcsolatban is, úgyhogy nincs szükség arra, hogy másfelé mozduljunk. Jó ezt hallani. Lassan a beszélgetésünk végéhez érkezünk. Arra kérnélek titeket, hogy aki most fiatal, most gondolkozik a jövőjéről, most gondolkozik azon, hogy lehet, hogy ő nem azt az utat választja, hogy valahova, valami munkahelyre próbál meg elbemenni, elhelyezkedni, hanem önálló útra szeretne lépni, mert ő érzi magában azt az erőt. Mit tanácsolnátok neki, hogyan tegyen, mikor érdemes, milyen nehézségekre számítson, illetve mi az, ami erőt adjon neki és tartson ki? Hát én úgy gondolom, hogy a legjobb pillanat a most, tehát gondolat után mindig cselekvés következzen, én ezt vallom, és találjon meg mindenki azt, hogy miben érez szenvedélyt, mert bennünket a szenvedély hajt. És szerintem mindegyőnek elmondhatjuk, hogy szenvedéllyel csináljuk azt, amit csinálunk, és hogyha ezt megtaláljuk, akkor biztos vagyok benne, hogy minden oldalról megkapjuk azt a támogatást, ami előrébb segít bennünket, hogy sikeresek lehessünk. Én azt javasolnám, hogy mindenek előtt azt tisztázzák magukban, hogy milyen jellegű életvitelt szeretnének élni, milyen emberekkel szeretnének dolgozni, akár korosztályra leszűkítve, milyen emberekkel szeretnének kapcsolatba kerülni, tehát hogy egy milyen jellegű hétköznapokat szeretnének élni. És hogyha ez megvan, akkor amellé lehet választani esetleg egy olyan vállalkozási formát, vagy egy olyan területet, amiben ez megvalósítható. Tehát bátran vágjanak bele? Azt mondtad? Abszolút, hogy... persze. Én azért az óvatos szóval kiegészíteném ezt. Nyilván mindenkinek sok sikert kívánnék én is a jelenlegi vagy a jövőbeli vállalkozásához. Viszont óvatosan, átgondoltan nem szabad azért forró fejjel elkezdeni. Nehogy esetleg egy életre elmenjen a kedvük a vállalkozástól, viszont ne adják fel az álmaikat. Ha elsőre nem megy, akkor majd másodszorra talán több sikerre járnak a fiatalok. Nem szabad feladni tehát, így és van. Mindenki valósítsa meg az álmát, csinálja szenvedéllyel, amit szeretne. Hát három fiatal, ambiciózus vállalkozóval beszélgettünk. Én nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek, elfogadtátok meghívásunkat. Sok sikert kívánok nektek. Köszönjük szépen. Nézőinknek köszönöm a figyelmet, viszontlátásra, minden jót.